A képen Pálffy Károly Jeromost, Pálffy Miklós kancellár és Altan Mária Anna fiát látjuk, aki Pálffy Mária Anna testvére, Eszterházy János sógora volt. Pálffy Károly nem egyszerűen rokon, nem egy a sok közül a családfa levelei között, hanem familiája egyik legtehetségesebb és legnagyobb méltóságot elért tagja, hatalmas birtokok ura, számos kastély gazdája, és mivel a tatai Eszterházy grófnő testvére, így hírneve, példája az utódok számára itt is érvényes volt. A kép más a kancellárt aranyzsinóros, prémelszegett, magyar nemesi viseletben ábrázolja. A rangot jelzik magas udvari kitüntetéseinek jelei és ékszerei. Nyakában az aranygyapjas rend vörös szalagon függő, kosbőrös jelvénye látható, dolmánya fölött viseli a Szent István rend szalagját, míg mellkasát a Szent István rend gyémántos csillaga díszíti. 1782-ben lett az aranygyapjas rend lovagja, 1787-ben kapta meg a Szent István rend nagykeresztjét, és a király őt nevezte ki a rend kancellárjává. Pálffy Károly ifjan 1757-ben kezdte meg szolgálatát kamarásként a nála 6 évvel fiatalabb trónörökös József környezetében, később udvari tanácsos, belső titkos tanácsos, majd a magyar kamara alelnöke. A császárrá majd magyar királlyá választott II. József hűséges embere volt. Hivatali pályájának csúcsán 1787-től Magyarország és Erdély kancellárja volt, emellett haláláig főudvarmester. Pozsony vármegye örökös főispánja, a pozsonyi vár főkapitánya volt. 72 évesen vonult vissza 1807-ben. Az uralkodó ekkor hűséges szolgálataiért hercegi ranggal jutalmazta meg. A Pálffy, aki az egyetlen magyar arisztokrata család, amelyet a Habsburgok osztrák hercegi rangra emeltek. Szabadkőművesként a magyar tartományi páholy nagymestere volt. Pálffy Károly nevezetes úgy is, mint a magyar irodalmi törekvések támogatója. Az uralkodó képviseletében királyi biztosként volt jelen a Nagyszombati Egyetemnek a budai várba való költöztetése alkalmával rendezett ünnepségen, a Magyar Királyi Tudományegyetem megnyitásán 1780-ban. Az arckép a családi képtár több más darabjához hasonlóan egy neves festőművének másolataként készült, a több sorozatban készülő ősöket és rokonokat megörökítő arckép galériák kiegészítéseként.